Sziasztok! Ez a Szelekótya sorozat a féle extrém különkiadása. Nem az Akrobata Sárkányos Iskola újabb epizódja, és nem is riport, hanem egy nagy előadás, méghozzá az indiai harci sárkányokról. Ezt az előadást eredetileg a Budapesti Indiai Nagykövetség által támogatott kulturális előadás sorozatra készítettem, ahol valaha én is kezdtem az Indiával való ismerkedésemet, és ahol később indológusként, a régi Indiával nyelvi alapokon foglalkozó tudósként visszatérő előadó lettem. Nagyon régóta így átgondoltam ehhez az előadáshoz, több mint 3 évtizede tart már a India megszállottságom, ebből kb. 20 év az, hogy úgymond profi alapon, hivatásos alapon indulógus vagyok, úgyhogy felmerülhet a kérdés, hogy hát hogy jönnek akkor ide a sárkányok. Én a sárkányokhoz pusztán csak 3 éve jövök, és az egész az úgy indult, hogy amikor a Covid-nak már a lecsengő szakaszában jártunk, akkor gondoltam, hogy kéne valahogyan foglalkoztatni a gyerekeket, úgyhogy barkácsoljunk sárkányokat, aztán eregessük őket a mezőn, mert akkor nem kell emberek közé menni. Ez nagyon jó családi szórakozásnak indult ez a sárkányozás, de aztán fokozatosan, ahogy telt az idő, a gyerekeket egyre kevésbé érdekelte a dolog, engem meg egyre jobban. Úgyhogy elkezdtem a szemetes zsákokból és farudakból készült sárkányok után, spináker nejlonszövetből és üvegszálas meg szénszálas rudakból egy kicsit komolyabb sárkányokat is készíteni. És hát persze felmerült eközben, hogy akkor tulajdonképpen kéne foglalkozni az indiai sárkányokkal is. Amikor korábbi életemben úgymond Indiában jártam, akkor nem nagyon figyeltem oda arra, hogy mi a helyzet ott a papírsárkányokkal, maximum olyan aranyosnak találtam, hogy hú, de sok helyen eregetik a mindenféle sárkányokat az emberek, meg elméletben persze tudtam, hogy ezeket a sárkányokat, ezeket arra használják, hogy az égen vadcsatákat vívjanak velük. Amikor elkezdtem ezt a komolyabb itthoni sárkányozást, megpróbáltam én magam is készíteni indiai típusú sárkányokat, indiai mintára készült sárkányokat gyártani. Ezek nem sikerültek túl jól, valószínűleg azért, mert nem hagyományos anyagokból készültek, meg valószínűleg túl kicsik is voltak, meg talán én se tudtam olyan jól kezelni őket. Minden esetre eléggé hamar elmúlt a dolog, meg egyébként is sárkányilag időközben elmentem teljesen a kézsinóros kormányozható sárkányok felé. Viszont aztán ennek az évnek az elején, 6 év szünet után végre volt lehetőségem visszatérni egy kicsit Indiába. Dél-Indiának bizonyos részeit jártam be Chalukya résztáblák után kutatva, és ennek a tanulmányútnak, vagy ennek a szakmai kutatóútnak a vége felé volt egy kis szabadidőm Hyderabad városában, ahol van hagyománya a sárkányozásnak, és gondoltam, hogy kihasználom ezt a szabadidőt arra, hogy egy kicsit utána járjak akkor annak, hogy mi a helyzet most Indiában a sárkányokkal. Itt február közepe táján voltam, ekkor a nagy sárkányos szezon már lecsengett, tehát főleg csak ilyen nyomokkal találkoztam, mint amilyenek most láthatóak a jobboldali képen, de azért sikerült találnom néhány olyan sárkányos boltot, ami egész évben nyitva tart. El is beszélgettem ezzel a bácsival, aki itt a boltban kuporog, be is vásároltam egy pár sárkányt, amiket sikerült kíméletesen széttrancsírozni, bőröndben hazaszállítani, és aztán pedig itthon összeszerelni, újra megjavítani, és hazai pályán egy kicsit kipróbálni. Ez volna tehát a háttértörténet ahhoz, hogy keveredik össze az indológus meg a sárkány, és akkor most kezdődik a tulajdonképpeni előadás, amit azért tisztességes bölcsésztudóshoz illően Ádámnál és Évánál szeretnék kezdeni. Ádám és Éva az jelen esetben azt jelenti, hogy honnan ered a világon az, hogy sárkányt eregetnek az emberek. Akik foglalkoztak a témával, a sárkány történetével, azok általában Kínához kötik az eregetni való sárkány feltalálását. Szólnak mindenféle anekdoták arról, hogy úgy találták föl a sárkányt, hogy egy ilyen klasszikus kínai parasztkalapot, aminek volt egy madzagja az álla alatt, azt el akarta fújni a szél, és a jó ember pedig megpróbálta elkapni, és így találták föl a sárkányeregetést. És szólnak mindenféle, azt hiszem, hogy eléggé megbízhatóan időszámításunk előtre visszavezethető történetek
olyan repülő alkalmatosságokról, amiknek legalább egy részén az talán sárkány is lehet, illetve szólnak nem sokkal későbbi történetek Kínából, biztosan sárkányokról, és ezeknek a különféle vélt vagy valós harcászati katonai alkalmazásáról. Azt szokták tehát gondolni, hogy Kínából származik a sárkány, és innen terjedt el egyrészt Japánba, másrészt pedig Kelet-Ázsia más országaiba, illetve Dél-Kelet-Ázsia felé. Van azonban egy alternatív elképzelés is arról, hogy honnan származik a sárkány, és őszintén szólva ez nekem sokkal rokonszenvesebb, bár persze egyáltalán nem lehet kizárni azt, hogy a sárkányt az több helyen is föltalálták a világon, egymástól teljesen függetlenül, és nem pedig importálták az ötletet valahonnan. Eszerint az elmélet szerint a dél-kelet-ázsiai és óceániai szigetvilágból származna a sárkányozás. Tudni lehet, hogy ezen a vidéken iszonyatosan régóta vitorláznak az emberek, amennyire sikerült ennek utána néznem, meglehetős biztonsággal olyan körülbelül időszámításunk előtt 3000-ig lehet visszavezetni itt a vitorla használatát, a földközi tengeren régebbre, de azt hiszem, hogy nagyon meglepő lenne, hogyha nem ennél is több ezer évvel korábban vitorláztak volna ebben a szigetvilágban az őslakosok. Akárhogyan is, vitorlát nagyon régóta használtak, és mi Kínával kapcsolatban azt szokás gondolni, hogy zászlókból fejlődött tovább az eregetni való sárkány, már amikor nem a kínai parasztkalapot hozzák elő. A Dél-Kelet-Ázsiával kapcsolatban azt szokás gondolni, hogy a vitorla adhatta az ötletet, ami nagyon gyakran a szigetvilágban eleve egy vázzal merevített vitorla, ami gyakran egyébként fonott levelekből, például pandanusz levelekből készül, és máig is nagyon-nagyon sok részén ennek a dél-kelet-ázsiai szigetvilágnak készülnek levelekből sárkányok, a végtelenül egyszerűtől a határozottan kifinomultig, nagyméretűig és bonyolultig. Ezeket a levélsárkányokat, ezeket halászatra, pontosabban horgászatra is használják, mert hogy a csónakból eregetett sárkány, vagy lehet, hogy a partról eregetett sárkányról lelógatott csali, az olyan halakat is be tud vonzani, amik amúgy a csónakot elkerülik, és így viszont a sárkányt azt vagy nem veszik észre, vagy nem egy olyan dolog, amit tőlük aggódnának, és rákapnak erre a csalira. Tehát egy létező és ősi hagyomány a sárkányos horgászat ezen a vidéken. Aztán tagadhatatlan, hogy máig is sok részén sárkányoznak Dél-Kelet-Ázsiának és a szigetvilágnak, és ebből sok olyan terület van, például Malajzia és Tájföld és Indonézia, ahol nagyon kifinomult, szertartásos és mindenféle külsőségekkel ellátott hagyománya van a sárkány eregetésnek. Mindezek alapján, tehát nem tűnik valószínűnek, hogy történelmi időkben Kínából vitték volna ide a sárkányt. Egy érdekes adalék ehhez a dél-kelet-ázsiai sárkányeregetés történethez az, hogy azt hiszem 1999-ben fölröppent a hír, hogy egy francia néprajzos, aki a levélsárkányokat kutatta, egy Muna nevű apró szigeten, Sulawesi mellett rábukkant egy barlangrajzra, ami sárkányozást ábrázol, sárkányeregetést ábrázol. Ennek a fotója most a képernyő jobb oldalán látható. Ezt később egy német fotós dokumentálta, aki szintén készített fényképeket olyan helybeli levélsárkányokról, amik elvileg hasonlítanak a sziklarajzon ábrázolt sárkányra. Van egy apró probléma ezzel a történettel, és ez a probléma ez az, hogy ez a Cotanson nevezetű francia kutató, ez kétszer járt a szigetén, és a sárkányos barlangrajzot akkor mutatták meg neki a helybeli kontaktjai, amikor másodszor volt ott, úgyhogy felmerül a dolog, hogy ezt igazából ők gyártották azért, hogy örüljön valaminek a francia, amikor majd visszatér. Tudomásom szerint nincsen döntés az ügyben. Találtam egy sziklarajz szakértői nyilatkozatot az interneten, aki azt mondja, hogy legalábbis annyit állíthat, hogy nem az elmúlt pár évben készült ez a sziklarajz, de hát a pár fotó alapján ennél biztosabbat nem tud mondani arról, hogy most akkor ez tulajdonképpen egy hamisítványa, vagy pedig valami évezredekre visszamenő rajzocska. Még egy érdekes részlet a dél-kelet-ázsiai szigetvilággal kapcsolatban az, hogy Marco Polo is beszámol sárkányelegetésről itt. Pontosabban ő Indiának nevezi azt a helyet, ahol ennek a sárkányos epizódnak a tanúja volt, de valószínűleg valahol kelet vagy dél-kelet-ázsiában történt a dolog.
Az is látszik nagyon jól a beszámolóból, hogy Marco Polónak sejtelme sincs róla, hogy mi az, hogy sárkány. Tehát nem ismeri ezt a fogalmat, hogy eregetni való sárkány, hanem úgy írja le itt Vajda Endre magyar fordításában, hogy egy fűszfavesző vonadékból készült nagy lap. Ugyanakkor viszont pontosan leír olyan mozdulatokat és olyan technikákat, amik valóban kapcsolódnak a sárkányeregetéshez, tehát teljesen biztos, hogy tényleg látott valamihez hasonlót, ha nem is minden teljesen igaz. Minden esetre a sztori az úgy szól, hogy egy nagyméretű, ilyen téglalap alakú sárkányt eresztenek föl, és erre a sárkányra rákötöznek egy embert, pontosabban egy hülye vagy holtrészeg embert, mert értelmes vagy józan ember ugyanis nem kockáztatna meg ilyet, mert a próbát viharos szélben végzik el. Ezután leírja Marco Polo, pontosabban hát leírja az, aki Marco Polo történeteit leírta, hogy hogyan csinálják azt, hogyha szelet veszít, akkor visszahúznak belőle, hogyha jó szele van, akkor újra engedik egyre följebb, és mindezt időjóslásra vagy szerencsejóslásra használják. Tehát egy bizonyos kereskedő hajóhoz kapcsolódva eresztik föl ezt az emberes sárkányt, és hogyha szépen egyenesen fölrepül magasra, akkor az jó szerencsét jósol a hajónak, és minden kereskedő azzal akar majd utazni, ha viszont csak billeg a sárkány, vagy nem száll föl, akkor az azt jelzi, hogy annak a hajónak nem lesz szerencséje, és a kereskedők elkerülik ezt a hajót. Ilyen embert fölemelő sárkányokról egyébként Japánból van rengeteg történet, és ilyen formájú sárkány, ami valószínűleg hasonló lehet ahhoz, amit Marco Polo is látott, az máig is létezik Japánban. Szintén vannak Japánban egyébként olyan történetek, amikben nem ember van fölszállva a levegőbe a sárkánnyal, hanem nagy terhek például építőanyag emelésére használnak sárkányokat. Ez könnyen lehet, hogy valóságban is megtörtént. Na, mi a helyzet akkor Európával? Lehetne mondani azt, hogy már a régi görögök is. Szerette volna ezt mondani egy 19. századi német tudós, akinek feltűnt a Nápolyi Múzeumban egy görög váza, amin egy menyecske látható, aki a német úriember szerint sárkányt ereget. Nagyjából úgy írta le, hogy előrefelé halad ez a hölgy, de közben hátrafele néz, és jól láthatóan nagyon örül annak, hogy a sárkánya fölrepül a levegőbe. Későbbi a kontextushoz jobban értő emberek viszont kijelentették erről a váza ábrázolásról, hogy az illető hölgy az nem sárkánytereget, hanem fon. És amit ott látunk, ilyen alakú sárkány egyébként nem nagyon létezne, viszont orsó az abszolút elfogadható egy sematikus orsó ábrázolásnak az, amit ott látunk. Tehát valószínűleg nem eregettek sárkányt a régi görögök, vagy ha igen, akkor arról nincsen semmiféle konkrét tudomásunk. A rómaiakkal már egy kicsit jobb a helyzet, ők legalábbis az időszámításunk korai századaiban találkoztak már sárkányokkal, bár nem a szorosabb értelemben vett, tehát vázra rögzített vitorlából álló sárkánnyal, hanem inkább egy ilyen szélzsák típusú tákolmánnyal, amit az ő szkíta és dák ellenfeleik használtak a katonaságnál, lényegében úgy, mint egy lobogót. Ezt a rómaiak drákónak nevezték, és valószínűleg erre vezethető vissza az, hogy mi magyarul is sárkánynak nevezzük, meg egyes északabbi európai nyelveken is sárkánynak nevezik a sárkányt, sok más nyelven nem, tehát egészen más neveik vannak, nincsen közük a tűzokádó, kígyó, mitológiai sárkányhoz a eregetni való sárkányoknak más nyelveken, magyarul, meg németül, meg skandináv nyelveken van. Tehát minden esetre ilyen dák drákókat, ezeket többek között látni lehet Trajanus oszlopán Rómában, ahol a legyőzött dák hadseregektől zsákmányolt cuccok, illetve a felvonuló hadseregek ábrázolásában előfordulnak ezek a szélzsák típusú katonai drákók. Ez a létesítmény, vagy ez a idea a középkori Európában is eléggé elterjedt volt. Készítettek hasonló drákokat szintén katonai céllal, egyfelől jelzésre szolgált, másfelől személyi lobogónak, és harmadrészt pedig az íjászokat segítette, mint tényleges szélzsák. Valószínűleg egy középkori újítás lehet az, hogy ezeknek a drákó formáknak a szájába valamilyen meggyújtott olajos kócot vagy egyéb tűzi szerkentyűt helyeztek, amitől a sárkány az füstöt és per vagy tüzet tudott okádni.
Későbbről először, amennyire sikerült megtudnom, 1326-ból ismert először olyan ábrázolás, amiben nem bot végén, hanem zsinóron van föleresztve a levegőbe egy ilyen szélzsák kivitelű drákó. És a legkorábbi egyértelmű és biztos leírás egy igazi sárkányról, tehát egy vázas sárkányról, az 1430 körül keletkezett, egy ma Bécsben található kódexben van leírva. Ennek a sárkánynak a feje az friss, tehát kiszárítatlan, puha ruganyos fenyőlécecskékből készült vázra feszített pergamen, és ez az, ami tulajdonképpen a szűkebb értelemben vett sárkány, és tartozik hozzá a szűkebb értelemben vett sárkánynak a farka, a sárkány, mint mitológiai bestia teste, az pedig szövetből van rákötözve mindenre. És ebben a kódexben találhatunk szintén részletes instrukciókat arra, hogy hogyan kell elkészíteni ezt, és hogyan kell fölereszteni a levegőbe, hogyan kell összecsomagolni használat után, meg milyen trükkökkel lehet elérni azt, hogy ne lehessen látni azt az embert, aki eregeti, hanem azt higgyék a nézők, hogy ez tényleg csak úgy a levegőben valahol repül. Hogy kerül akkor Indiába a sárkány? Úgy tűnik, hogy senki nem foglalkozott komolyan a témával. Sikerült egy pár könyvet és cikket találnom indiai sárkányokról, de ami a történelmet illeti, vagy egyáltalán nem foglalkoznak vele, vagy csak ismétlik azt, amit általános sárkány történeti könyvekben írtak mások. Az egyetlen kivétel két úgymond tudományos cikk Parsurám Krishna Gottól, aki megpróbálta a sárkányokkal kapcsolatos indiai szövegforrásoknak és a sárkányokkal kapcsolatos indiai regionális hagyományoknak alaposan utána menni, de csak egészen rövid kis nyúlfarknyi szösszeneteket írt róla. Minden esetre általában azt szokás gondolni, hogy kínai buddhista zarándokok vitték el a sárkány gondolatát Indiába valamikor a időszámításunk szerinti első évezred közepetáján. De találkoztam azzal a gondolattal is, hogy nem kínaiak voltak, hanem arabok, akik Indiába vitték a sárkány ötletét, és ezek az arabok is feltehetőleg vagy Kínából, vagy Dél-Kelet-Ázsiából importálták volna az ötletet. Aztán szokás még olyanokat is mondani, Nikita Desai nevezetű hölgy írt 2010-ben egy könyvet indiai sárkányokról, szépen gavallérosan kijelenti, hogy hát igen, Indiában már a Rámájanában, meg a Védákban is van szó sárkányokról. A Rámájana nagyon nehezen köthető korhoz, de mondjuk meglehetősen biztos, hogy ahogy ma ismerjük legalábbis a történetnek a központi részét, az mondjuk időszámításon került 200-ra már biztos, hogy ebben a formában volt, ami meg a Védákat illeti időszámításon előtt 600-tól 1200 közé tehető mondjuk a régebbi részeiknek a kialakulása. Minden esetre Desai, miután ezt így nagyvonalúan kijelentette, pár sorral később közli, hogy Rámájana alatt igazából Tulsidas Rámcsaritmánaszára gondol, ami tehát egy 17. századi időszámításunk szerint természetesen 17. századi költőnek a úgymond Rámájana feldolgozása, a Védákról pedig szép elegánsan hallgat a továbbiakban. Gód kutatásai alapján a talán legrégebbi sárkányos utalás Indiából az Námdév egy maráthi költő verseiben található meg, aki a 14. század fordulója táján élt és alkotott, és neki van egy ilyen verse, Esze man rám námé védilá, jesé kanak tulá citra rákilá, anilé kágad szágyilé gudi, ákás mandul csóri, páncs dzsnászó báta batávó, citaszó dori rákilá. A vers az arról szól, hogy én, a költő, annyira Isten felé, ráma felé fordulok a szellememmel, hogy miközben benne vagyok a világi életben, és hát interakcióban vagyok a környezetemmel, aközben is igazából kizárólag Ráma nevére koncentrálok, és erre a hasonlat az, hogy mint amikor egy fiú sárkányt tereget, és közben dumál mindenféléről a haverokkal, de az igazi figyelme az egyedül a zsinóron van. Az érdekes számunkra a versből, az az, hogy tehát benne van az, hogy sárkányt eregetnek, és hogy ehhez zsinort használnak. A sárkányra a szó az a guri, amivel majd még fogunk találkozni,
és benne van még a versben az, hogy a sárkány papírból készül. A probléma az az, hogy semmi garancia nincsen arra, hogy ezt a verset tényleg Námdév írta, és nem pedig évszázadokkal később illesztette be valaki egészen más a neki tulajdonított versek gyűjteményébe. Tekintve azt, amit mindjárt el fogok mondani, hogy igazából a 15. század előttről nem nagyon van, sőt 15. század előttről egyáltalán nincsen, és a 16. század előttről nem nagyon van Indiából sárkányra való más utalás, nem tűnik meggyőzőnek az, hogy ez tényleg egy 13-14. Századi vers lenne, de minden esetre ezt felhoztam azért, mint esetleges legkorábbi tanúbizonyság. Vannak aztán persze Indiában is mindenféle sztorik, amiknek szegről végről esetleg közük lehet a sárkányokhoz, de nem meggyőzőek. Repülő szekér vagy repülő palota az persze van a Rámájanában is, a Védákban is mondjuk a napisten az hét ló vontatta szekerén száguld át az égen, de hát ezek egyértelműen nem sárkányok, ezek repülő szerkentyűk. A Pancsatantra mesegyűjteményben találunk egy olyan sztorit, amikor a Ács, illetve a Takács hetyegni akar a királylánnyal, és hogy feljusson a palotába, a ő Ács haverja készít neki fából egy garuda madarat, amivel oda föl tud repülni. Ez egyébként több változatban létezik a mese Ázsiában, és talán kínai eredetű, bár az indiainak a csattanója az egyedülálló. De nem mondom el, hogy mi az a csattanó, mert inkább megyünk tovább a sárkányokkal. Tehát itt se sárkányról van szó, hanem egy repülőgépezetről. És ugyanígy a Bódzsa királynak tulajdonított Szamarángana Szútradhára nevezetű, úgymond technikai enciklopédia jellegű 11. századi műben a 31. fejezet az mindenféle gépezetekről szól. Vannak ezek között teljesen normális gépezetek, mint mondjuk vízkerék, és vannak teljesen elborult agyament gépezetek, mint mondjuk papagájgép, meg katonagép, és ezek között, az elborult gépezetek között található egy úgymond könnyű fából készített nagy madár, amit alkímiai higanyhajtómű segítségével a levegőbe tud repülni. Van neki egy nehezebb változata is, annak 4 higanyhajtóműve van. Sárkány az nincsen, csak mindenféle madárgépezetek. No, visszatérve akkor a irodalmi utalásokra, a 16. századtól találunk tehát elsősorban ilyeneket, a sárkány értelemben a korábban Námdévnál látott gudi, vagy ennek a guddi formáján kívül használják azt a szót, hogy patang, ami máig is az alapvető szó a hindiben a sárkányra, használják azt, hogy chang, illetve azt, hogy vavari. Látunk mindenféle viszonylag régi festményeken is sárkányozást Indiában, leginkább a 17. századtól kezdve csak, és ekkor viszont, tehát 16. századtól irodalomban és 17. századtól festményeken eléggé gyakran előkerül a sárkány. Egy apró érdekesség még, hogy a régebbi festményeken eléggé gyakori egy téglalap alakú sárkányforma bojtokkal a sarkán, mint itt a szépia színű betétképen látható. Ilyen ma nem létezik Indiában, illetve Desai szerint ő úgy hallotta, hogy valamilyen karnátakai halászok használnak ilyet, de látni nagyjából nem lát senki, legfeljebb az illető karnátakai halászok. Minden esetre úgy tűnik, hogy régebben létezett ez a téglalap alakú sárkány, ami nagyon úgy néz ki, mint amit az előbb Japánból mutattam, meg mint amit Marco Polo is leírt a maga beszámolójában. A festményeken megjelenő sárkányokkal kapcsolatban még egy érdekes részlet, hogy bár az irodalmi szövegekben nincsen szó sárkány viadalokról, a festményeken nagyon gyakran azt látni, hogy a sárkánnyal viadalokat vívnak. Az irodalomban a sárkány az alapvetően egyrészt a távol lévő szerelmeshez való odavágyódást szokta jelképezni, esetleg konkrétan az üzenetek elröptetését a szerelmeshez, másrészt pedig a föld és a menny közötti kapcsolatot, illetve az Isten utáni vágyódást. De arról nem tudok, hogy tehát lenne olyan irodalmi szövegforrás, ami sárkányharcot emlegetne szemben a fényképekkel. No, hogy néz akkor ki egy mai indiai sárkány? A festményeken ugye egy más formát láttunk, vagy láttunk egy más formát is, az majd még elő fog kerülni. A tipikus indiai sárkány az egy lapított rombusz alapvetően, leginkább patang a neve, bár ezt lehet használni mindenfajta sárkányra is, más alakúakra is. Konkrétan az ilyesmi
rombusz alakú sárkányt szokták még Changnak nevezni, ami volt a irodalomban is, szokták Guddának is nevezni, és állítólag szokták Csillnek is nevezni, amiben az az érdekes, hogy a Csill az a kánya madárnak a neve, és azt gondolnám, hogy könnyen lehet, hogy ez a Csill sárkány értelemben, ez igazából az angol kite fordítás, ugye a kite angolul a papírsárkány, de annak a szónak is az eredeti jelentése a kánya, a ragadozó madár. Azt hozzátenném még, hogy minden, amit én itt elmondok arról, hogy hogy hívják a sárkányt, meg az ő különböző részeit, meg tartozékait, ez persze iszonyatosan változó, tehát India különböző területein, akár városról városra létezik egy sárkányos szubkultúra. Vannak bizonyos szavak, nyilván amiket én mondok, azoknak a nagy része olyan, amik hozzám eljutnak irodalmi forrásokon keresztül, azoknak a nagy része olyan, ami többé-kevésbé összindiainak nevezhető, de egyáltalán nincsen garancia arra, hogy tényleg ugyanezt értik alatta India minden részén. Ez biztos, hogy nincs így. Na minden esetre, ez a lapított rombusz, ez olyan szűk 60 centi hosszú és bő 70 centi széles szokott általában lenni, bár léteznek belőle különféle méretvariációk is. A méretvariációk között nagyjából állandó az, hogy körülbelül 1,17-szer vagy 1,2-szer szélesebb, mint amilyen hosszú a sárkány. A sárkánynak a váza az két részből áll, két bambuszcsíkból, van neki a hosszában futó egyenes gerince, hindiul tadda, vagy taddi esetleg, és van neki a keresztben futó meghajlított, ruganyosan feszítve meghajlított bambusz íve, ez alkalmán egyszerűen ív, tadda meg egyszerűen gerincet jelent. A sárkánynak a vitorlája az sejempapírból készül, illetve újabban nagyon gyakran műanyagfóliából, és a klasszikus patang formának egy farokuszonya van még rátéve a hátuljára, ami repülés közben stabilizálja a sárkányt, ez háromszögletű, vagy pedig egy ilyen lapos deltoid alakú. Sokszor úgy készítik el a sárkányt, hogy a papírnak a szegélyén körbefut egy kifeszített zsinór, amit a váznak a négy sarokpontjára kötnek rá, és aztán a papírt visszahajtják rá és megragasztják. Ez arra szolgál, hogy az éle felőli beszakadás ellen védve legyen a sárkány. Úgy hívják, hogy dorédár, tehát zsinóros sárkány, amikor így van elkészítve. A röptetéshez a sárkányra egy kétpontos kantárt kötnek, tehát egy viszonylag rövid, mondjuk egy olyan 1,5 méter hosszú zsinórdarab rá van kötve egyrészt a gerinc és az ív találkozási pontjánál, és másrészt pedig a gerincen körülbelül a hátsó egyharmada táján a sárkánynak, ezen a két ponton van, tehát rákötve a sárkányra a kantár, és a kantár fut össze egy pontban, ahova az eregető zsinór lesz aztán rákötve. Ennek a sárkánynak a fontos tulajdonsága az az, hogy önmagában ez egy lapos valami, bár majd látni fogjuk, hogy egy kicsit azért ívesre be kell hajlítani röptetés előtt, és amikor csak úgy ott van a levegőben, akkor teljesen kiegyensúlyozatlan, össze-vissza imbolyog, illetve forog a levegőben. Ha viszont megfeszül a zsinór, akkor az megfeszíti a rugalmas bambuszvázat is, és az egyrészt azt eredményezi, hogy a gerinc az kap egy ilyen behajlást, hogy a gerincnek a közepe az lejjebb van, mint a többi része. Tehát összességében a sárkány egésze az egy aerodinamikus szárnyformát alakít ki, ami felhajtó erőt generál. Másrészt pedig, mivel csak a gerinc vonalában van lefelé húzva, a sárkány egésze kap még egy ilyen meghajlást, egy diédert, egy kétszöget kap, ami pedig azt eredményezi, hogy a felhajtó erő, amit a szárnyforma generál, az úgy fog hatni, hogy a sárkány a gerinc vonalában az orra felé előre fog siklani. Ebből tehát az következik, hogy a sárkányt kormányozni lehet a levegőben, hogyha azt szeretném, hogy egyenesen menjen előre, akkor húzni kell a zsinort, és hogyha azt szeretném, hogy forduljon valamerre, akkor rá kell engedni egy kicsit a zsinórra, ezzel a sárkány elveszti a felhajtóerőt, és alapvetően random irányba el fog kezdeni fordulni. És amikor újra meghúzom a zsinórt, akkor a sárkány megint tovább fog kezdeni menni abba az irányba, amerre éppen mutat az ő orra. A sárkány forma variációkból azért egy párat szeretném, hogyha megnéznénk.
mondtam, hogy létezik ez a klasszikus rombusz alakú forma, amit tehát patangnak neveznek, esetleg guddának neveznek, de van, ahol a guddá vagy a csang az már ennek egy kicsit megvariált változatának a neve, aminek mondjuk le van kerekítve az orra, vagy pedig egy nagyobb lekerekített farokuszony van ráhelyezve. A különböző méretváltozatoknak szintén van különböző tájakon mind-mind helyileg eltérő saját elnevezése. Létezik egy olyan formaváltozat, ami valamivel szélesebb, ezt legalábbis bizonyos vidékeken úgy hívják, hogy délkanni sárkány, mondjuk a másfél sarkos, vagy talán másfél kantáros sárkány. Létezik egy olyan változat, ahol a vitorla két szárnyára egy-egy nagy lyukat készítenek, ez erős szélhez van, főleg tengerparti használatra, például Dél-India keleti partjainál, Madrász, Mai, Chennai környékén használják ezeket állítólag. Ugye ez arra szolgál, hogy az erősebb szélben ne szakadjon szét a sárkány, illetve ne húzzon túl erősen, hanem lehetséges legyen erősebb szélben is az, hogy ráengedünk, és ezzel iráníthatóvá tegyük a sárkányt. Létezik egy hosszúkásabb változata a patang formának, ezt nevezik többek között guddinak, ami a guddá hímnemű szónak a nőnemű megfelelője, ez tehát a lánysárkány. Általában ennek a keskenyebb lánysárkánynak nem farkúszója van, hanem egy bojt van rajta farok címén, de létezik a normál patang változatból is, tehát a klasszikus patang arányú formából is olyan, amin bojt van farokuszony helyett. És végezetül létezik egy egészen más alakú sárkány, amit a korábbi festményeken is láthattunk, amikor nem az a lepedő formájú sárkány volt, akkor ez a ma tukkalnak nevezett sárkányforma bukkant elő a fényképeken. Ez tehát valószínűleg régebben sokkal elterjedtebb volt Indiában. Most szinte kizárólag a Pandzsáb vidékén fordul elő, mind az indiai, mind a pakisztáni Pandzsáb vidékén, illetve még Afganisztánban léteznek ehhez hasonló sárkányok. Meg aki emlékszik még arra a sárkányképre, amit Malajziából mutattam korábban, az láthatta, hogy annak is az alapvető szerkezete erre nagyon hasonlít. A tukkal az nem egy, hanem három bambuszívet tartalmaz a gerincen kívül, és ennek következtében jóval nehezebb a sárkány, ugyanakkor viszont a vitorla konstrukciója következtében erősebb a felhajtó ereje is, tehát ez egy masszívabb, nehezebb sárkány, kezelni, bánni vele is állítólag nehezebb, viszont a gyakorlott pilóta, egy tapasztalt pilóta a szuperül tudja irányítani, és ezért aztán, hogyha sárkány csatáról van szó például, akkor nem illik az, hogy mondjuk valaki egy tukkallal neki menjen egy patangnak, mert ha a tukkalos tudja a dolgát, ha tudja, mit csinál, akkor egyszerűen a patang az nem szállhat ringbe a tukkal ellen. Egy kicsit akkor szeretnék én is most még spekulálni az indiai sárkány eredetéről, annyiban, hogy nem tartom meggyőzőnek ezt, hogy akár kínai buddhista zarándokok, akár arab kereskedők vitték volna oda, hanem sokkal valószínűbbnek tűnik a számomra az, hogy Dél-Kelet-Ázsiából származik az indiai sárkány, függetlenül attól, hogy Dél-Kelet-Ázsiában találták-e föl egy általánosságban a sárkányozást. Ez nem egy komoly tudományos elmélet, nincsen alaposan megkutatva, csak benyomások annak alapján, amiknek eddig utána néztem. Minden esetre annyi tény, hogy az indiai patang és tukkal formához hasonló sárkányokkal lehet találkozni Dél-Kelet-Ázsiában, és nem csak ma, hanem régebben. Tehát itt mondjuk jobbra egy maláj ceremoniális sárkány látható, középen egy indonéz sárkány, ami nagyon hasonlít az indiai patangra, és bal oldalon pedig készülés közben látható egy olyan levélsárkány, mint amilyet állítólag a barlangrajzon láttunk. Tehát ez egy munaszigeti levélsárkány, aminek látszik most, hogy nincsenek még a levelek föl sző dögélve a vázra, hogy ugyanolyan váza van, mint az indiai patangnak. Azt is el tudom esetleg képzelni, hogy a maláj vaoszó, ami a sárkánynak az alapvető neve, az esetleg kapcsolatban állhat az indiai Vavri sárkány névvel, amit a régebbi forrásokban láttunk, de ez is csak egy tipp, tehát könnyen lehet, hogy baromira nem igaz. Érdekes adalék még ehhez a gondolathoz, az, hogy hasonló harci sárkányokat találunk még Japánban, de nem mindenhol Japánban, vagy legalábbis hagyományosan nem mindenhol Japánban, hanem Nagasaki városához kötődik konkrétan ez a sárkányfajta. Ezt ott úgy hívják, hogy hata, ami igazából azt jelenti, hogy zászló.
és ezek a hata, tehát zászló sárkányok, ezek leggyakrabban hagyományosan piros-fehér-kék színekben készülnek, amik a holland zászló színei, és Nagasaki volt az a kikötő, ahol a 16. századi Japánban egyedül engedélyezték a külföldi kereskedőknek a partra szállását. Tehát nagyon valószínű, hogy holland, illetve esetleg más európai kereskedők voltak azok, akik Japánban és konkrétan Nagasakiban meghonosították ezt a hata sárkányformát. Ehhez még azt is hozzá lehet tenni, hogy a vágózsinort, amit Indiában is használnak a sárkánycsatáknál, majd még lesz róla szó, azt Japánban is használják a Nagasaki hatával vívott csatáknál, és ennek a japán neve az úgy hangzik, hogy bidoro, ami állítólag a portugál vitro, vagyis üveg átvétele. Az elfogadott álláspont az az, hogy Indiából vitték volna az európai hajósok Japánba ezt a fajta harci sárkányt, de tekintve, hogy semmiféle jelet nem találtam arra, hogy létezett Indiában a 16. század előtt harci sárkány, nem tűnik igazából meggyőzőnek az, hogy onnan vitték volna, miközben Dél-Kelet-Ázsiában meg nagy valószínűséggel létezett. Még egy dolog, hol van még a világon harci sárkányozás? Latin-Amerikában. Oda egyértelmű, hogy a portugálok és társaik vitték. Itt most ezen az újonnan megjelent képen történetesen szintén piros-fehér-kék, a csilei zászló színeiben látunk egy harci sárkányt, a háttérben pedig valami hagyományos dél-amerikai mintának, talán valami Nazca vonalaknak, vagy nem tudom miknek a ábrázolása látható egy éppen készülő dél-amerikai harci sárkányon. És talán az sem érdektelen, hogy ugye a Marco Polo beszámolója szerint valahol a hátsó indiai szigetvilágban időjóslásra használták a sárkányokat, tehát talán már itt is volt egy alapvető kapcsolat a hajó, a tengeri kereskedelem és a sárkányok között, ami megint csak mutathat arra, hogy a kereskedők voltak azok, akik terjesztették a sárkányt. És hogy konkrétan időjóslásra használhatták eredetileg, tehát hogy talán nem csak egyszerűen egy babonás szerencsejóslás, hogyha hülye vagy holtrészeg ember túléli a sárkánnyal föleresztést, vagy hogyha szépen fölszáll, akkor majd jó szerencséje lesz a hajónak, hanem mondjuk tényleg a magasabban uralkodó szeleket, vagy a szélváltozást próbálhatták megjósolni sárkányok föleresztésével. Akárhogyan is került tehát Indiába a sárkány, hol sárkányoznak mostanában. Hát nagyjából mindenütt persze, de azért vannak olyan területek és olyan konkrét városok is, ahol a leginkább. A leginkább, tehát a fő sárkányos területe Indiának az Gujarat állam, és még valamennyire Rajasthannak a Gujarathoz közeli részei, és Gujaraton belül is több város, de a leginkább Ahmedabad. Ettől északabbra és nyugatabbra, ugye említettem, hogy a Pandzsábnak a pakisztáni és indiai részén, valamint Afganisztánban létezik még a tukkal sárkányforma, meg persze más sárkányformák is, a patang típusú formák is, minden esetre ezek is eléggé erősen sárkányos vidékek. Egy kicsit keletebbre vannak sárkányos centrumok, Ágrá és Maturá környékét említik, mint fontos sárkányos terület, illetve még keletebbre Laknau városát, ahol a 19. századi laknaui nemesség előszeretettel sárkányozott. Még keletebbre is van sárkányozás Bihár és Bengál vidékén, de azért kevésbé, mint ezeken a nagy centrumokon. A Dekkán egyes területein, mint például Hyderabadban, ahol az idén sikerült egy pár dolgot megnéznem és lefényképeznem, illetve Dél-India egyes részein, például Madrasban, Chennaiban is létezik sárkányos élet, úgymond. Mikor sárkányoznak az indiaiak? Szinte bármikor, megint csak, de leginkább azért ősztől tél végéig, mert hogy ilyenkor nem jellemző, hogy esne az eső, és nem kap az ember rögtön napszúrást, hogyha szabadban akar tölteni valamennyi időt. A legnagyobb sárkányos pillanata az évnek az egy bizonyos ünnep, ez India legtöbb részén a Makar Szankránti ünnepe, ez alapvetően a napnak a bakcsillagjegybe való átmenetelének a pillanatát jelenti, január 14-ére, vagy szökő évben január 15-ére szokott esni. Régebben sokkal közelebb állt a téli napfordulóhoz,
és ez a két ünnep, a téli napforduló, az Uttarájan ünnepe és a Makar Szankránti, a Bagba való átlépés ünnepe, ezek hagyományosan összefonódnak, esetleg nem is külön ünneplik meg őket, hanem Uttarájan néven ünneplik meg a Makar Szankrántit, és minden esetre, tehát ahol sárkányoznak, ott általában a Makar Szankránti ünnepéhez kapcsolódik egy nagy-nagy össznépi sárkányozás. A napforduló az ugye mindig és minden kultúrában a megújulás, az új kezdeteknek a jelképe, és ez így van Indiában is, új üzleti vállalkozások elkezdéséhez kapcsolódik, illetve Dél-Indiában arató ünnep és egyben az új vetés előkészítéséhez is kapcsolódik. Ezen kívül legalábbis Nikita Desai szerint Gujaratban ekkor szokott az uralkodó szélirány is megfordulni, tehát az iménti veszőparipám a tengeri kereskedelem számára is fontos az Uttarájan ünnepe, mert hogy ekkor lehet például sárkánnyal nézegetni és jósolgatni, hogy na, fordul-e már a szél. A északabbi részeken, tehát az indiai Pandzsában és Pakisztánban a legfőbb sárkányos ünnep az valamivel későbbre esik, a Basant Panchami vagy egyszerűen Basant tavasz ünnepre, ami a tavasznak a hivatalos beköszöntét jelzi, ez január végére vagy február elejére szokott esni, és manapság szokás még a nemzeti ünnepeken, a függetlenség napján, augusztus 15-én, és a köztársaság napján, január 26-án sárkányokat eregetni össznépileg, elsősorban Delhiben. Itt a sötét képen, Ahmedabad látható Makar Szankránti éjszakáján, amikor a nappali sárkányozás után átváltottak arra, hogy sárkányokkal lampionokat eregetnek föl az égben. Amint láthattuk, nem egy-két darabot, hanem komoly mennyiségben. A sárkány, hogyha Indiában valaki sárkányt ereget, akkor az alapvetően sárkány viadalt jelent. Csak úgy, hogy az ember kimegy a mezőre, vagy hát Indiában leginkább ugye a jó kis városi tetőteraszokra, és csak úgy eregeti a sárkányt, ilyet gyerekek csinálnak, de alapvetően nem jellemző. Ha sárkányozik valaki, akkor az harc, akkor harcolnak egymással. A harcolásnak a lényege az az, hogy az én sárkányom zsinórjával be kell fognom a másik sárkány zsinórját, és el kell vágnom a másik sárkánynak a zsinórját. Ehhez vágó zsinórt használnak, amire már utaltam a japán hataharci sárkányozással kapcsolatban. A zsinór, hindiul dor vagy dori, az tehát két változatban létezik, mind a kettő az alapvetően egy több nagyon vékony szálból fonott pamut cérna, de létezik ennek a szádi, egyszerű kivitele, ami maga a pamut cérna, és létezik neki a vágó zsinór változata, a manja, ami úgy néz ki, hogy ezt a pamut cérnát, ezt üvegzúzalék és ragasztó keverékével vonják be, tehát lényegében egy cérna formájú smirgléről van szó. Amikor az orsóra, a csarká, csarki vagy firki föltekerik a zsinórt, akkor ez úgy néz ki, hogy a belül levő hosszú rész az szádi, egyszerű zsinór, és a kívül levő rövidebb rész az pedig a manja, a vágó zsinór, tehát ami a sárkányhoz lesz közelebb. Azt olvastam, hogy manapság, tehát mindenképpen nagyon sokszor Indiában baromi hosszú zsinórokon eregetnek sárkányokat, akár több kilométer zsinórt föleresztenek az égbe. De minden esetre állítólag ma eléggé normális, hogy 100-tól 500 méter a manja része a zsinórnak, és ehhez képest még több száz vagy akár több ezer méter a szádi része. Ez úgy tűnik, hogy nem volt mindig így. Van egy indiai úriember, aki a 1980-as, 90-es években az USA-ban népszerűsítette az indiai harci sárkányozást, és ő például azt állítja, hogy az ő gyerekkorában 30 méter manja volt a normális, és nem pedig 100-tól 500 méter manja normális, és pár száz lábnál, tehát mondjuk 100-150 méternél hosszabb manjat ő életében nem látott korábban. A sárkánycsaták során, hogyha van egy ilyen össznépi sárkányozás, vagy akár csak egy esti külvárosi sárkányozása a háztetőkről, akkor alapvetően mindenki ellen van. Elvileg létezik betyárbecsület, gyakorlatilag nem tudom, hogy mennyire szokás ezt betartani, de mondjuk, hogy valószínűleg azért legalábbis valamennyire lehet számítani arra, hogy ha láthatóan kisgyerek ereget egy sárkányt, akkor annak nem fog egy felnőtt profi sárkányos neki menni és levágni. Hogyha más súlycsoportba tartozó sárkányt látunk, tehát mondjuk nekem van egy tukkalom neki, meg van egy kisméretű patangja, akkor nem fogok neki menni és levágni. Illetve állítólag létezik egy olyan íratlan szabály is, hogy ha már ketten megkezdtek egy párbajt,
akkor abba a harmadiknak nem szabad beleavatkoznia. Hogy ezt a valóságban mennyire tartják be, nem tudom. Ha a levegőből levágtak egy sárkányt, akkor ez a szabad préda. Gondolom sokan olvasták vagy látták a Khaled Hosseinének a azt hiszem magyarul Papírsárkányok című könyvét, meg annak a filmfeldolgozását. Ugye a levágott sárkányokat azt általában a gyerekek szokták elkapdosni, esetleg kifejezetten vadásznak rá. Hindiül egyébként azt mondják, hogy Patang Lutna, tehát a sárkányt elrabolják. De tehát ez teljesen normális, ha levágták a sárkányomat, akkor arra keresztet vethetek, illetve esetleg előfordulhat, hogy valaki más később eregeti, és aztán visszavágom magamnak, vagy pedig előfordulhat, hogy valaki elhozza nekem, és váltságdíjért visszaadja nekem a levágott sárkányomat. De alapvetően a sárkány az fogyóeszköz. Nem azért veszek egy sárkányt, hogy azt megtartsam, hanem azért, hogy eregessem, és aztán elveszítsem. A sárkányrabló gyerekek azok gyakran föl is szerelkeznek egy hosszú bambuszbottal, amivel a még a levegőben levő sárkányt a zsinórjánál fogva lehet piszkálni, vagy pedig zsinórra kötött kavicssal meglasszózzák a még földre nem esett sárkánynak a zsinórját. A párviadal két sárkány közül, hindiül Pénch vagy Pécs, indiai angolban Tangle, gabajodás a neve, az tehát úgy néz ki, hogy ahogy az előbb mondtam, lényegében be kell fognom a másik sárkány zsinórját, és el kell vágnom. Az elvágás az akkor tud működni, hogyha az ő zsinórját sikerül úgy irányítanom a sárkányokat, hogy az ő zsinórjában legyen valamiféle hajlás, és akkor az én sárkányom az úgy fog menni, hogy akár fölülről, akár alulról megkurkolom egy kicsit, és utána vagy nagyon gyorsan húzom az én sárkányomat befelé, Hinch, vagy pedig nagyon gyorsan eresztem, ha van jó szelem, kifelé az én sárkányomat, hindiül Deal, és ezzel azt érem el, hogy az ő zsinórjában levő hajlás miatt, ahogy az én zsinórom csúszik az ő zsinórján, akkor az én zsinóromnak ugye mindig másik pontja fog az ő zsinórjához érni, neki viszont mindig ugyanahoz a pontjához fog súrlódni az én vágó zsinórom, tehát pár pillanat, de rosszabb esetben akár pár perc alatt elmetélődik a másiknak a zsinórja. Általában úgy repülnek a viadalokhoz, hogy két ember foglalkozik egy sárkánnyal, van a pilóta, aki repüli a sárkányt, neki csak a zsinór van, a két kézzel mindig irányítja, és van egy segédje, aki pedig az orsót kezeli, és az ő dolga gondoskodni arról, hogyha a pilóta ereszteni akar, akkor gyorsan utána adagolja a zsinórt, ha pedig a pilóta visszahúzott, akkor gyorsan fölszedje és föltekerje a földre lehullott zsinórt. Léteznek profi meccsek is, meg félprofi meccsek is sárkányozásban. Itt szabályokban nem szeretnék most már belemenni. Viszont van egy félprofi meccsen. Ja, hogy a dolgok témok elé Team A-ka nám jánlete, vagy Team B-ke studentska nám jánlete. Kite Lover néven futó indiai youtuber rendezte úgy tűnik a környékbeli gyerekeknek, lehet, hogy haveroknak. Tehát itt most láthatunk egy ilyen sárkányversenyt. A versenyzők megkapták a sárkányaikat meg a zsinórjukat, azt a Kite Lover játékvezető biztosította, ugyanolyan minőségű legyen, és ezeket először is felkantározzák, utána itt a kisfiú az beletesz egy ilyen előhajlítást a sárkány gerincébe, ezt tényleg általában így csinálják, hogy az ember a fejét meghajlítja, itt látjuk a segédet a zsinórral, kisrác megpróbálja fölereszteni a levegőbe a sárkányt, ehhez eléggé rossz a széli tud tűnik a tetőknél, tehát egy párszor föl kell lendítenie, amíg sikerül valahogyan elkapnia a levegőt, és most kiadta a játékvezető az utasítást arra, hogy kezdődjön az első meccs, és a piros sárkány már le is vágta a zöld sárkányt. Gondolom nem látta senki, hogy mi történt, én sem láttam. Minden esetre a játékvezető kommentárja szerint egy zuhanó repüléssel elkapta a zsinórját, és utána ráeresztett és elvágta. Második párbaj. Itt egy kicsit többet próbálkoznak, volt egy támadási kísérlet, megpróbálta a zöld is elvágni a pirosat, de most már a pirosnak szerintem rajta van a zsinórja a zöldön, és most ereszt a piros, és ismét levágta a zöldet. No, tehát így néznek ki a sárkányviadalok. Egy pár szót még arról, hogy hogyan készítik a sárkányokat.
alapvetően kisiparban, házi iparban, nagyon gyakran családi körben, és többnyire idénymunkában, tehát amikor a nagy sárkányos ünnep van, az azt megelőző 2-3 hónapban van komoly sárkányvásárlás és komoly sárkánykészítés, és máskor szinte nincsen, nagyon kevés olyan mester van, aki egész évben azzal foglalkozna, hogy sárkányokat készítsen. Általában ebben az időszakban készítenek sárkányokat, és máskor pedig vagy valami egészen más munkájuk van, mondjuk riksások, vagy pedig mindenféle egyéb ünnepekhez kapcsolódó kis kézműves termékeket készítenek. Raksában a karkötőt, holira ilyen színes vízhez való fecskendőt, meg mindenféle egyebet. Ahogy már mondtam, a sárkányt az ember ma azért veszi, hogy elveszítse. Tömegtermelés van, direkt, tehát a vevőknek csak az olcsó és gagyi sárkány kell. A nejlon csomagoló fóliából készült kisméretű gyerek sárkányok, azok most 2023-ban nagy keráron, tehát ha az ember százasával veszi őket, akkor darabja fél rúpia körül megy el. Tehát mondjuk 2 forint 50 fillér körüli árban megy el, és egy tisztességes minőségű papírból készült, de tömegesen gyártott, és nem mestermunka sárkány, az nagykeráron 5-7 rúpia. Én Hyderabadban 15 rúpiáért vettem kiskerben a sárkányokat. Ehhez hozzátenném még, hogy egy 2007-es becslés szerint Gujarat egyetlen városában, nem Ahmedabadban, hanem Kambatban, évente 15 millió sárkány készül. És az csak egy államnak egy városa. És ebben a fél rúpia, meg 5-7 rúpia árban, amiért ezek a sárkányok elmennek, ebben tehát benne van az anyag és a munka díja. Ehhez képest, mondjuk régebbi időkben azért léteztek tisztességes sárkányok is. Állítólag körülbelül 50 évvel ezelőtt még az volt a normális, hogy egy szakértő mesterember körülbelül 45 percig dolgozott egy sárkány elkészítésén, és akkoriban az emberek nem úgy vették a sárkányt, hogy elveszítsék, hanem évekig megtartották a sárkányokat, sőt a magukra valamit is adó komoly sárkányosok, azok egy viadalban mondjuk részt se vettek volna egy vadonatúj sárkánnyal, hanem csak is egy már kipróbált és jól bejáratott sárkánnyal. Szintén egy történet a forrásaimból az az, hogy a 19. századi Laknauban egy csúcsminőségű sárkány, amit a nemesek számára készítettek, az 100 akkori rúpiába került, tehát ez nem a mai rúpia, hanem ez az a rúpia, ami 12 gram ezüstnek felel meg. Tehát ez a 100 rúpiás sárkány, az most mondjuk 850 eurónak felelne meg. És ebből egyébként, ebből a 100 rúpiából 5 rúpia volt a mesternek a munkadíja, és a többi a speciális anyagok, mint például a Murshidabadból kifejezetten sárkányozási célra importált speciális bambusz, meg a speciális papír, meg persze nyilván nemes fémfólia és hasonlók tették ki. A sárkányok tehát tömegtermelésben készülnek, azt is érdemes hozzátenni, hogy vásárolni is nagyon sokszor nem is lehet őket egyesével. Nekem szezonon kívül simán adtak egyesével, de mondjuk amikor az ember Makarszankránti előtti napokban Delhiben vagy Gujaratban elmegy sárkányt vásárolni, akkor ha nagyon kevés sárkányt akar, akkor esetleg tudja tucatjával venni őket, de alapvetően 20-asával árulják őket inkább, és nem sokan vesznek 100-nál kevesebb sárkányt egyszerre. Tehát tényleg arra megy rá, hogy jó, persze, bedobjuk a csomó sárkányt, aztán majd jól elsárkányozgatjuk őket. A műhelyben ott a vitorlának a méretre vágása az alapvetően a képzett munka, a mestermunka. Ezt egyszerre 10 vagy több egymásra rakott ívből készíti el a mester kartonsablon mentén kivágva, és különösen akkor van szükség hozzá mesterre, hogyha egy többszínű sárkány van, ami ilyen intarzia-szerűen van összerakva különböző színekből, ekkor is vagy szemre, vagy sablonnal kivágja a formákat, amikből aztán majd összerak egy sárkányt, és persze úgy, hogy amit az egyik paksamétából kivágott, mint rátét, azt majd még föl lehessen használni annak a maradékát egy másik paksamétának a rátétezéséhez, tehát ilyen egymást kiegészítő minták legyenek, hogy minél kevesebb papírveszteséggel járjon a dolog. A kevésbé képzett segédmunkásnak a dolga az, hogy a vázat hozzáragassza a sárkányhoz, hogy fölragassza, fölkötözze és fölragassza a szegélyzsinórt, illetve hogy a farokuszony felillessze,
és a legkevésbé képzett munkás, például a mesternek a gyerekei, azok pedig ilyen erősebb ragasztószalagból erősítő csíkokat raknak föl a kritikus pontjaira a sárkány testének. A sárkány készítéshez használt bambusz csíkok, azoknak a külső oldalán még ott van a bambusz héja, ettől törésállóbb lesz, és sokszor így haránt irányba be van csíkozva korommal, de ezt a forrásai mérői sem tudták, hogy miért. Az általuk megkérdezett mesterek vagy azt mondták, hogy hát azért, mert ez a szokás, és ezt kérik a vevők, vagy azt, hogy esetleg kártevő védelem a célja neki, tehát hogy ezzel mint egy kifüstölik azokat az esetleges férgeket, amik azt a bambuszt tönkre tennék. Minden esetre az biztos, hogy sokan azért készítenek ma is ilyet, mert ezt keresik a vevők, ezt tartják a jó minőségű sárkány egyik jelének, hogy megvan ez a koromcsíkozás a bambuszon, és nem pedig azért, mert bármi értelme is lenne a dolognak. Egy divatból kimenőben levő szokás az az, hogy a sárkánynak a sejempapírjába, amit egyébként német papírnak szoktak nevezni, tehát nyilván a jó minőségű papírt azt valaha Németországból importálták, ma Indiában készül normális csomagoló sejempapír. Tehát ezt a papírt, ezt egy üveggolyóval, vagy egy sima domború kagylóhéjjal így becsíkozzák, nyomva becsíkozzák keresztben, hosszában és átlósan, ami állítólag egy jobb tartást, szakadásállást ad ennek a papírnak, ami azért izgalmas a számomra, mert a modern sárkány textilek, azok úgynevezett ripstop szövetből készülnek, ami pedig úgy néz ki, hogy ilyen keresztirányú mintában, tehát mind a hosszanti szálak, mind a keresztirányú szálak között minden valahanyadik szál az egy vastagabb, erősebb szál, ami azt hivatott elérni, hogy a nagyon könnyű alapvető anyag mellett is viszonylag szakadásálló az egész. Lehet, hogy ez tényleg valami hasonlót el tud érni. A ragasztó, amivel dolgoznak, az pedig házilag készült csiriz, búzalisztből, vagy pedig rizsből készül különféle adalékanyagokkal. A mandzsa, a vágózsinór készítése, az történhet ugyan viszonylag nagyobb üzemi keretek között, de általában szintén kisiparban, vagy akár házilag készül. Állítólag a legjobb mandzsa alapanyag az összetört neoncső, az összetört fénycső, amit tehát a használt fénycsöveket berakják egy ilyen mécső alakú mozsárba, és egy olyan mozsártörővel, aminek egy bőrkarika van rárakva a szárára, hogy minél kevesebb üvegpor szálljon ki, abba meg már belegondolni se szeretnék, hogy milyen egyéb veszélyes hulladékok szállnak ki a törött neoncsőből. Tehát minden esetre ezzel zúzzák, majd rendszeresen szitálják és újra zúzzák, hogy ezt a finom üvegzúzalékot kapják. Ezt összekeverik festékkel, és szintén egy csiriz alapú ragasztóval, ami mindenféle adalékanyagokat tartalmaz, mint például tojásfehérjét, meg útifűmaghéjat, meg mindenféle titkos családi receptek szerinti fűszerkeverékeket, amiktől állítólag ilyen meg olyan szuper lesz. Mindenesetre ez egy vízérzékeny ragasztó, tehát esőben nem lehet mandzsával sárkányozni, mert leszutyog a mandzsa a zsinórról. Ebből készítenek egy ilyen masszát, amivel a zsinórt bevonják. A bevonás azt lehet valamennyire gépesítve, úgyhogy ez a ragasztós massza, ez hígra készül, bele van töltve egy kádba, és ezen a kádon egy gépre szerelt orsó átvonja a zsinórokat, a szakmunkás az pedig az ujja között ereszti át a zsinórt, és szabályozza, hogy ne maradjon túl sok ragasztós szutyadék a zsinóron, illetve készülhet abszolút profi mesteri formában. A Tell Streeter, aki a sárkányos beszámolókat írta Indiából, ezeket az embereket mandzsa táncosoknak nevezte. Ők egy ilyen gyurmasűrűségűre készített ragasztómasszát használnak. A zsinórt azt kifeszítik két karó, vagy akár két villanypózna közé, így sokszorosan fölhurkolva, és aztán utána elkezdenek mellette menni, és lényegében kézzel ebből a gyurmaszerű masszából gondosan és nagyon egyenletesen rákennek a zsinórokra. Mindezt napközben és napsütéses helyen csinálják, hogy a lehető leghamarabb megszáradjon a zsinór, és föl lehessen tekercselni, és lehessen készíteni a következőt. És amint látható itt a képen, az ujjakat eközben leukoplaszttal, vagy esetleg egy gumikesztyű levágott ujjával, vagy bőrkesztyű levágott ujjával szokták védeni, mert természetesen főleg készítés közben, amikor az ember egész nap ezen a üvegzúzalékos zsinóron húzigálja a kezét, az nagyon-nagyon durván meg tudja sebesíteni. Egy pár szó még arról, hogy hát mennyire nehéz és problémákkal járó dolog ez a,
ez az indiai sárkányozás. Ugye első körben ez az, hogy egyre inkább erre felé megyünk el, hogy százasával vesszük a sárkányokat, és 10 millió számra készítjük őket, ez egy óriási környezetterhelést jelent, még akkor is, hogyha papírból és bambuszból készült sárkányokról van szó, és hát természetesen nagyságrendekkel inkább, így, hogy sokkal olcsóbb és sokkal nagyobb számban készülnek a műanyag csomagoló fóliából való sárkányok. A puszta környezetszennyezésen kívül komoly balesetveszéllyel is jár, főleg a mándzsá és nem maga a sárkány. Rendszeresen bukkannak föl történetek arról, hogy ilyen meg olyan motorosnak levágta a fejét a két épület között véletlenül megfeszült mándzsá, és ő meg szerencsétlen ott átmotorozott és fej nélkül ment tovább. Amennyire én tudom, egyik sem igaz ezek közül a történetek közül, de mondjuk valószínűleg igaz nem egy olyan történet, ahol mondjuk egy kisgyereknek a nyakiverőverét megsértette a mándzsá, és elvérzett és meghalt, mielőtt segíteni tudtak volna rajta. Tehát történnek ilyenek, és persze rengeteg kézmegvágás és egyéb sebesülés. És akkor még ne is beszéljünk az élővilágról, különösen a madarakról, akiket mind a levegőben levő mándzsá, mind pedig a levágott és a fákra rá akadt mándzsá iszonyatos mértékben tud veszélyeztetni. Van egy adatom is erről. 2021-ben, Bombayben, Mumbaiban, Makar Szankránti utáni napon 800 sérült madarat vittek be menhelyekre. És ez ugye ez nem azoknak a madaraknak a száma, akik azon a napon megsérültek, hanem ez azoknak a madaraknak a száma, akik azon a napon megsérültek, életben maradtak, valaki észrevette őket, megszánta őket, és tudta, hogy hova vigye be őket. Tehát mondjuk nem tudom ennek akkor a 10-szerese, 50-szerese, 1000-szerese az, ami ténylegesen megsérülhetett ezen a napon. Próbálnak mindenféle módon szabályozni, de alapvetően az a baj az egész szabályozósdival, hogy abszurd tilalmak vannak, amiket úgyse lehet betartatni, és ezért úgyse fog senki sem betartani. Például döbbenettel vettem tudomásul, miközben nézelődtem utána adatoknak ehhez az előadáshoz, Indiában tilos sárkányt eregetni. A polgári légiközlekedési hatóság engedélye szükséges ahhoz, hogy valaki sárkányt eregessen, mert a sárkány az a repülő eszköznek minősül, csak éppen nincs sehol senki, aki tudná, hogy milyen alapon és kinek kéne kiadni ezt a légiközlekedési hatósági engedélyt, tehát senki nem foglalkozik vele, és a rendőr sem fogja kérni. Egy különös borzalom az úgynevezett kínai mándzsá, ami általában Indiában készül, vagy lehet, hogy mindig Indiában készül, és alapvetően azt jelenti, hogy nem pamutcérna alapú, hanem műszálas és sokkal nehezebben szakítható cérna alapú mándzsát használnak, ami természetesen sokkal veszélyesebb. Ez a YouTube influencer, akinek láttok az előbb a videójából ezt az összevágott részletet, ő például azt nyomatja mindig a videóiban, vagy nem mindig, de azt nyomatja a videóiban, hogy csak olyan mándzsát vegyél meg, ami pamut zsinórból van, és hogy többek között úgy ellenőrizzed, hogyha a kezeddel el tudod tépni a mándzsát anélkül, hogy megvágna téged, akkor azt szabad használni, és különben pedig túl veszélyes. De hát ugye az a baj, hogy az ilyen higgadt hangok, és főleg az ilyen higgadt hangokra hallgatók, azok kevesen vannak az egész világon. Tehát nem lehet, amíg nincsenek olyan szabályok, amik ugyanakkor engednek is valamit, például mondjuk azt, hogy bizonyos kijelölt helyeken lehessen mándzsát használni, és máshol viszont totál tilos legyen, addig nem fog működni az egész tiltósdi. Pakisztánban egyébként komolyabban veszik a sárkányozás tiltását, ott már 2005 óta és 2023-ban szigorítva komoly büntetés jár annak, aki sárkányt ereget, és még sokkal komolyabb büntetés annak, aki mándzsát gyárt, különösen aki úgymond kínai típusú mándzsát gyárt, és ezt eléggé be is tartatják, de ennek ellenére vannak, akik csak azért is gerilla sárkányoznak, úgymond legalábbis az ünnep éjszakáján, és készen állnak eldobni a sárkányt és elrohanni, hogyha razziát tartanak a rendőrök.
Úgyhogy valahogyan arra lenne szükség, hogy a jövőben a szabályozás és a valóság az valahogy úgy tudjon közelíteni egymáshoz, hogy ne abszurdumot várjanak el az emberektől, és akkor talán az emberek is jobban hajlanának arra, hogy ők viszont engedményeket tegyenek, és ne csak azért is sárkányozzanak, amik olyan módon, ami ennyi problémával jár. És hát egy másik lehetőség, ami nem tudom, hogy mennyit érne, de talán meg kéne próbálnia valahogy Indiának, az, hogy egy kicsit a filléres, a gagyi sárkányt azt ellehetetlenítse, például a tisztességes sárkányos mesterek támogatásával. Ugye ez Indiában egy nagy téma, hogy a házi ipar és a kézműipar az támogatva legyen, és büszkék legyünk rá, és valahogyan azt kéne elérniük, hogy az indiai honpolgár is inkább vegyen egy darab 100 rúpiás sárkányt, vagy egy darab 1000 rúpiás sárkányt, mint 100 darab 5 rúpiás sárkányt, amit aztán elszór az utcán. És hogy legyenek olyan sárkányok, amiket tényleg megéri ennyiért megvenni, mert egy mesterségére büszke mester elkészítette őket jó minőségben. Ennyit szerettem volna elmesélni, köszönöm a türelmeteket és a figyelmeteket, meg köszönöm mindazoknak a képeket és videókat és szövegeket, amiket felhasználtam ennek a számomra is nagyon élvezetes megkutatásához. És persze nézzétek meg a többi videómat is, és tudjátok, ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.